Vérantót 4 évvel ezelőtt azért alapítottam, mert nyugaton láttam, hogy mennyi mobil szolgáltatás létezik a kertészettől, az üvegezésen keresztül, még a konditeremig is. Akkor utána néztem a mobiliskoláknak. Mint kiderült, ezek már több mint 100 éve működnek Amerikában. Megnéztem azt is, hogy nálunk Magyarországon és a környékben van-e már ilyen mozgó iskola vagy mobil játszóház. Hát nem volt, ezért arra gondoltam, hogy csináljunk egyet. Több nagyon nagy kihívás volt. Mindegyikről a maga korában azt hittem, hogy ez a legnagyobb, de aztán jött egy még nagyobb kihívás, megtalálni a megfelelő járművet. Ugye a busz előtt 2 lakókocsink is volt, egy kisebb és egy nagyobb, ezek mind kicsinek bizonyultak. Megkerestük ezt a buszt, kiválasztottuk sok közül, elhoztuk, átalakítottuk, berendeztük. Ez önmagában nagy feladat volt. Ugyanilyen nagy feladat volt kigondolni azt, hogy pontosan milyen játékok, milyen eszközök legyenek benne. Az első siker az volt, amikor a Vérantó első verziója végre kész lett, az még egy kis kéttengelyes lakókocsi volt, és megtettük vele az első utunkat, ami rögtön egy 10 napos út volt. Nagyon sok helyszínen jártunk. Az elmúlt 3 évben körülbelül egy nagyságrendileg 100 helyszínen voltunk a Vérantóval, és tartottunk magyar nyelvű foglalkozásokat. Nem csak Magyarországon, hanem a szomszédos országokban is, Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken. Ez a játszva tanulás, vagy projektjellegű tanulás, az természetesen nagyon sok iskolában szerepelt és helyt kap, de tulajdonképpen ennek a busznak van egy olyan hangulata, egy olyan varázsa, ahol még inkább ki tudjuk nyitni a gyerekeknek az érzékszerveit. Elkezdtünk tematikus foglalkozásokat összeállítani, tehát az alapja egy szabad játék lehetősége, és a játékok alatt itt értek csapatjátékokat, társas játékokat, olyan kincskereső játékokat, ami mondjuk egy témakör köré épül, de emellett tartunk mindenféle kézműves foglalkozást, néptánc tanítás, népzeneoktatás, zeneoktatás, illetve olyan osztályfőnöki órákat, ahol azokat a témákat kijelölhetik az osztályfőnökök vagy a szülői közösségek, amiről leginkább szeretnének beszélgetni a gyerekek. A másik fő célkitűzés az volt, hogy ezt a játszva tanulási lehetőséget, ezt mindenhova elvigyük, mind a jó módú gyermekekhez, mind a jól felszerelt iskolákba, de a hátrányos helyzetű településekhez és hátrányos helyzetű gyerekekhez is Magyarországon belül, illetve határainkon túlra is. A Vérantó játszóbuszban talán az a leginkább érdekes a gyerekek számára, hogy egy teljesen más lehetőségét mutatja meg, egy más keretek között való játékot, egy olyan járműben, amit ők más rendeltetésszerűen más célra használnak, és ezen belül a lehetőségeknek egy olyan tárházát, ami tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy hát tart a végtelen felé. Általában az jellemzi a gyerekeket, hogy először ugye kíváncsian, néha félve jönnek be, nem tudják, hogy mi vár ott rájuk, és aztán van, hogy olyan nagyon nehezen tudják a szülők elvinni, hogy azt mondják, hogy ők szívesen inkább ott maradnának, mint hogy a saját szobájukban legyenek otthon. Tehát ők maguk így fogalmaznak, hogy ez jobb, mint otthon a szobájuk. Amit még nagyon fontos elmondani, egyébként ez kérdésként is folyamatosan felmerül, hogy kik tartják ezeket a foglalkozásokat. A foglalkozásainkat minden esetben óvónők, tanítók, tanárok, kócsok, mediátorok, népi játszóházvezetők tartják, illetve képzett zenepedagógusok, néptánctanárok azok, akik segítenek nekünk abban, hogy a népzenei foglalkozások is magas színvonalúak legyenek. És ami még ennél is fontosabb, hogy nagyon-nagyon sokan általában önkéntes munka keretében tartják meg ezeket a foglalkozásokat. A tánc egy univerzális nyelv, ott a nyelvi korlátok azok nem akadályoznak, így legtöbb helyen táncot tanítok. Van egy felvidéki táncocska, amit szoktam megtanítani a gyerekeknek. A pozsonyi sétatéren kezdetű, vannak moldvai táncok, amik viszonylag egyszerűek, és hogyha vannak már nagyobbak vagy ügyesebbek, akkor somogyi ugrósokkal szoktam még a gyerekeket
terhelni. Általában olyan dalokat szoktunk énekelni, amiket általában óvodában, iskolában tanulnak a gyerekek. Ehhez mindig segítségül hívjuk az improvizatív készségüket, tehát azt, hogy rögtönözzenek, akár ritmus kíséretet, akár bármilyen más módon előadott ütemes kíséretet, és nagyon nagy örömmel csinálják, még akkor is, hogyha nem tudják feltétlenül azt a dalt vagy a szöveget, illetve nagyon könnyen meg is tanulják ezt. És mivel nem a padban kell ülni, úgy mint az iskolában, ezért sokkal örömtelibb ez a közös zenélés. Sok mindennel próbálkozunk, és az idén két új történet jött be a képbe. Az egyik, hogy tartottunk tábort. Kétszer egyhetes tábort tartottunk, itt mind a két esetben Székelyföldön jártunk. Ezek is egyhetes tematikus táborok voltak. A másik új kezdeményezésünk pedig egy adventi játszóház, amit a Háló S4-jel rendeztünk meg. Itt az a cél egyrésztről, hogy az ide látogatott gyerekek szintén az advent és a karácsony témakörét körüljárják oly módon, hogy egyrészt közműves foglalkozásokon vehetnek részt, másrészt van egy nyomozós játék, van diafilmvetítés, vannak társas játékok ebben a témakörben is, és akkor így próbáljuk meg igazándiból keretbe foglalni a karácsonyt, illetve az adventet. Bármikor szívesen fogadunk adományokat egyébként, gyerekkönyvek formájában, gyerekjátékok, társasjátékok, használható természetesen társasjátékok formájában, kaptunk is már ilyet többször is. Ezeket általában a buszban helyezzük el azért, hogy minél sokszínűbb legyen a játszás lehetősége. 2019-ben, mint említettem, folytatjuk a Virantónak ezeket az útjait, ami nem csak Magyarországon belül, hanem Magyarországon túlra is elviszi ezeket a lehetőségeket, és nagyon reméljük, hogy egyre nagyobb és nagyobb számban tudunk eljutni különböző gyerekekhez. Szeretnék mindenkit meghívni a Virantó játszóbuszba egy közös nagy játékra. Pontosabban az lenne a legjobb, ha bennünket hívnának meg, hogy házhoz mehessünk és házhoz vihessük azokat a foglalkozásokat, amelyek közös játék során olyan új ismeretekkel gazdagítanak gyerekeket és felnőtteket egyaránt, amelyek kimaradtak az iskolai oktatásból, az olvasmányélményekből, vagy akár nem láthatták őket a tévében vagy az interneten sem.